Sziasztok! Amint azt láthatjátok, megérkeztünk Moszkvába. Az ott a háttérben, nem tudom mennyire látszódik, egy szerény számításaink szerint egy ilyen 30 emeletes kijelző akar lenni, amin az a hatalmas Samsung reklám megy, de mindjárt megmutatom nektek egy kicsit jobban is, hogyha a busz egy trollibusz onnan odébb áll. Hát ez lenne a Leningrádszkaja sugárút. Itt állomásozunk már csak azért is, mert itt az útbaigazítás szerint nem messze található a CSKA stadionja, ami egy picit látszik is, mindjárt ránézhettek. Ez az épület is érdekes lesz, de ez még majd közelebb megyünk. Na, ott, hogyha minden igaz, látjátok ti is a háttérben a VTB arénának a tetőszerkezetét. Kicsit távol vagyok, és innen pedig látszik már ez a bizonyos épület, amit az előbb emlegettem, szóval a szélt, ami utána nézett, próbálok felmenni a tetejéig. Szóval nem tudom így ebből mennyi látszik, ha látszik egyáltalán. Szóval a szélt, ami utána nézett, és hogyha minden igaz, ez Kelet-Európa legmagasabb lakóépülete. A tetején biztos, ami biztos, egy ötcsillagos hotellel. És hát természetesen, ha már ilyen közel van a CSKA arénához, vagy a VTB arénához, akkor mi is itt lakunk, pontosan szemben vele, a Sokol Hotelben. Az útja mindenkinek. Mert nagy panaszunk nem lehet egyébként a szállásunkra. Itt egyébként tegnap egész nap még abszolút síri csend és béke hanalt. Kívülről lehet, hogy inkább iskolának hatna egyébként első ránézésre az épület, de belül azért kiválóan látszik, hogy ez egy mi igényeinknek több mint maximálisan megfelelő szálloda. Na, és akkor ez a mi folyosónk. Itt lakik Tomi, aki látjuk, hogy nem is kért takarítást. Ez meg itt az én kóterem. Na. Hát nincs ez a leghatalmasabb rendszor jelölőre is, de ez lenne egyébként a szállásunk. Hál' Istennek tényleg abszolút egy szagunk nem lehet. Olyannyira nem, hogy ezen a tévén még tegnap BL meccset is tudtam nézni, úgyhogy hát én nagyjából az utolsó fél órát kaptuk el a Juve Lokomotívból, de pont a lényeget láttam nagyjából, hogy Dybala megfordította a meccset. És nem is megcsodálhatjátok még egyszer azt a csodás épületet. No, üdv mindenkinek még egyszer, sziasztok, én Haraszti Ádám vagyok, a Sport TV riportere, és most már egy napja itt vagyunk Moszkvában. Aki követ a Facebookon vagy az Instagramon, az már láthatott erre utaló jeleket, megtettük a kötelező köröket. Tegnap nagyjából olyan délután 1 óra körül érkeztünk meg, befoglaltuk itt a szállásunkat, aztán azért bejártuk tényleg a belvárost, a Vörösteret és a környékét, megnéztük, amit meg kellett. Most már viszont következik tényleg itt a munkának az érdemi része, ami a következő másfél napot illeti, hiszen hát nem is olyan nagyon soká majd elindulunk a CSKA Moszkva sajtótájékoztatójára, utána lesz az ő edzésük is. Hál' Istennek, nekem ezzel olyan nagyon sok melóm nincsen, mert hogy ugye hárman érkeztünk most itt erre a túrára, itt van Szél Tomi is, aki készíti majd az interjúkat a meccs előtt után, és ő próbál még majd érdekesebb anyagokat forgatni, akár a felvezető adáshoz is, illetve aztán persze itt nekünk a Facebook oldalunkra is, hogy tényleg minden igényt ki tudjunk szolgálni itt a meccsel kapcsolatban. Olyan szempontból különösen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt van velünk Vámos Robi kollégánk is, aki az operatőrünk, és aki már járt itt Moszkvában, ő segített nekünk eligazodni, ő volt, hogyha úgy tetszik, nekünk itt az idegenvezetőnk az előző napon, és majd ő segít persze itt a különböző anyagoknak az elkészítésében is. De a legszerencsésebb én vagyok persze, hiszen nekem idézőjelben csak annyi a feladatom, hogy holnap majd leközvetítsem ezt a mérkőzést, amit én speciál már nagyon várok, már csak azért is, mert nem akarok itt túlságosan optimista lenni, mert azért ez nagyon veszélyes dolog, de úgy tűnik, hogy ez a CSKA, fogalmazunk úgy, hogy a legrosszabb paszban lévő csapat jelen pillanatban itt a csoport tagjai közül. A bajnokságban azért nem állnak olyan nagyon rosszul, ugye 3 pont az elmaradásuk az első helyezettel szemben, elég szoros ott a tabellának
az élmezőnye, de az, hogy mind a két eddigi meccsüket elveszítették, ugye itt az előzőt pont hazai pályán azzal az Espanyollal szemben, ami ugye csak döntetlenre volt képes a Fradival szemben, de hát nyilván persze mi meg, ha már itt az Európa Ligáról van szó, pontosan az előző forduló alapján nem biztos, hogy szabad, hogy túlságosan optimisten várjuk ezt a meccset, de én azért reménykedem abban, hogy talán itt még valami extra összejöhet. Én azt mondom, a csoportkört megelőzően is ugye készítettem egy videót a saját várakozásaimmal kapcsolatban, hogy minden egyes pontszerzésnek már örülni kell, úgyhogy ha itt esetleg ez lesz majd megint a helyzet, mondjuk mint Barcelonában, már az is óriási dolog lesz. De hát arra nem számítottam, hogy ez a CSKA ennyire gyengén fogja kezdeni majd az Európa Ligát, és ami adhat ezzel a meccsel kapcsolatban okot az optimizmusra, az tényleg az, hogy nem kizárt, hogy ezt el is fogják engedni, de hát ennyire azért tényleg nem megyünk előre. Hál' Istennek nekem most tényleg holnapig igazából az csak a feladatom, hogy megpróbáljak minél inkább felkészülni a mérkőzésre, úgyhogy arra gondoltam, hogy megpróbálom picit dokumentálni majd azt a munkát, amit Tomiék végeznek itt a következő nagyjából egy napban, mielőtt elkezdődne maga a mérkőzés, úgyhogy hát bízom benne, hogy ti látjátok egyáltalán ezt a videót, akkor ez azt jelenti, hogy találtam arra alkalmas internet kapcsolatot, amivel fel tudtam ezt tölteni, és akkor reményeink szerint ez holnap is összejöhet majd, és akkor majd tényleg egy olyan videót szeretnék összerakni, amiben megpróbáljuk itt a mai napot összefoglalni majd nektek. Ennyit egyelőre tehát Moszkvából, ha tetszett a videó, nyomjatok rá a like-ra, és hogyha érdekel a folytatás, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára, addig is ízelítőképpen belinkelem nektek azt a vlog sorozatot, amit a tavalyi Európa Liga döntőről készítettem, Lyonból a Marseille Atletico Madrid mérkőzésről, valami hasonlóra számítsatok majd, sziasztok!